Ez a Támasz Alapítvány nappali centruma Pécsen a Doganics utcában. Itt pihenhetnek, hűsölhetnek a kánikulában a fedél nélkül élők. A nappali centrumban, a Támasz Alapítványnál itt a mögöttünk látható tartózkodóban árnyékos hűtött helyen lehetnek azok a kliensek, akik itt a nyitvatartási időben belátogatnak. Ezen kívül egyfajta felfrissülést jelenthet a mindennapos fürdés. Ezeket a zuhanyzókat, mosdókat használhatják, hogy lehűtsék magukat. Most is lehet, ruhát is kaphatnak. Hétfőn lépett életbe a Vörös Kód hazánkban. Ez kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását. Pécsen nem jellemző, hogy más intézményekben, például időseket ellátó szociális otthonokban kérnének segítséget a fedél nélküli emberek. Inkább a Támasz Alapítványnak az intézményeit és a városban működő egyéb hajléktalan ellátókat veszik igénybe napközben, tehát a legmelegebb órákban ez a hajléktalan ellátásnak a saját intézményei ezt lefedik, ezt a tevékenységet. Hogyha egyébként bevásárlás, ügyintézés, napi városi közlekedésre is szükségük van a klienseknek, akkor már mondjuk úgy, hogy szükséges, hogy más intézmények is ebbe partnerek legyenek. A Támasz Alapítvány utcai szolgálata naponta járja a várost, keresik fel a hajléktalanokat. Vizet osztanak, segítséget nyújtanak, információkkal látják el a rászorulókat. Aki orvosi ellátást kér, megkaphatja az alapítványtól. A Támasz Alapítványnak most is működik a 24 órás orvosi szolgálat, saját orvosi szolgálata, és azokon a menhelyeken, amit amúgy is nyári időszakban igénybe szoktak venni a kliensek, előrehozott nyitvatartás van, hogy ne kelljen kivárni az esti beengedős időszakot, hanem akár valamivel előbb már védett helyre tudjanak menni. Hosszabb nyitvatartást vezettek be a Vörös Kód miatt. Jelenleg a Baranyai megyeszékhelyen 2500-2600 ember vesz igénybe a szervezet valamilyen szolgáltatását. Rajtuk kívül még 300-400 ember él a városban, akik nem akarnak bemenni a hajléktalan intézményekbe, de elégtelen a lakhatásuk, mondja a szakember. Őket az utcai szolgálat keretében látják el.